Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek azzal, ami van jelenleg a világban? Milyen változást láttatok mondjuk az elmúlt másfél-két évben? Láttatok valami változást? Igen, az emberek félnek a vírustól. Félnek az emberek a vírustól? Szomorúbbak az emberek, mint régebben? És elment az eszük? Nem tudnak gondolkodni? Manipulálják őket? Akkor, és még igazon kívül? Őt láttatok itt. Mit? Szintetikus húst akarnak? Hát szintetikus tojás az már mióta van? A kínaiak már mikor felfedezték a szintetikus tojást? De ami úgy néz ki, mint a rendes, csak meg is lehet főzni minden, csak éppen nem tyúktojta. Ennyi. Jó, tehát, de mondom, mégis itt az elmúlt két év folyamán mit láttatok? Tehát mire való ez az egész, ami most van ebben az elmúlt két évben? Ugye a 20-21, tessék? Elbutulás? Tréningezik az embereket arra, hogy jó alattvalók legyenek. Aha. Hát én meg nem így látom. Nem. Meg nem így látom. Én nem ezt látom. Nem, hát azt látom, hogy ugye kezdettől fogva nekem az első pillanattól kezdve, mikor ugye március 12-én megkérdeztem a teremtőmet, hogy mi ez, akkor ugye azt mondták, hogy emlékezzetek vissza, mert utána beszéltem is erről, hogy tesztelik az embereket. Jó, akkor még azt is mondták, hogy tesztelik a tűrőképességüket, de az ugye egyszerűbb, hogy tesztelik őket. Tehát tesztelik. De vajon mire tesztelik az embereket? Hát, hogy ki hogyan reagál, nem? Nem? Nem arra tesztelik? Tehát, ha jobban megnézzük, mire kell reagálni? Hát mondjuk a médiára, nem? A különböző hírre, nem? Hát, hogyan reagálnak az emberek? Ez egy kiváló teszt, nem? Tehát az azt jelenti, hogy nézzük egy kicsit, hát például, mire kell a teszt? Tehát mire kell egyáltalán a teszt? Van-e hite? Nagyon jó, jókat mondotok, igen, jókat mondotok, tehát ugye van egy átmeneti időszak 2012. december 23-ától. Ez azt jelenti, hogy lezárult egy korszak, és egy új korszak indult, ez viszonylag rövid idő, ez egy átmeneti időszak, és ez a 2012-től, ez gyakorlatilag 2035-ig tart ez a korszak, de ugye 35-re már az új korszaknak kellene lenni. Hát nincs ilyen napra bebetonozva, de az be volt betonozva, hogy mikortól indult ez el, és az előző korszak az meddig tartott. Az ugye úgy be volt betonozva, hogy utólag látjuk, hogy az konkrét nap dátum volt. Tehát december 22-vel zárult le egy korszak, és december 23-mal 2012-ben indult egy új korszak, de csak egy átmeneti korszak. De ez az átmeneti korszak, annak a korszaknak az eleje, mondhatnánk azt, aminek 2035-ben valamikor be kellene következni az egész bolygóra nézve. Tehát 2035-re.
És milyen korszak lenne ez? Nézzük meg. Jó, tehát nézzük meg, hogy milyen korszak. Aranykor. Mit jelent az, hogy aranykor? Ahol az emberek képesek szeretetben, békében együtt működni egymással. Tehát ugye, ami azt jelenti, hogy az az együttműködés az még nem feltétel, de az, hogy szeretetben, békében működjenek, az feltétel. Tehát az feltétel. Tehát szeretetben, békében működjenek. És hát tanulgassák az együttműködést. És az azt jelenti, hogy egy elnyomásmentes korszak. Tehát az ember az ide született, ugye a bolygóra. És mondhatnánk azt, hogy itt már régóta van egy emberiség, és az emberiség nem azért van itt, hogy itt maradjon, ilyen formában, mint amiben volt itt az elmúlt évezredek során. Tehát a világegyetemben van egy univerzális szabály. Ami nem fejlődik, az visszafejlődik. Tehát olyan nincs, hogy nem fejlődés állapota, mert ha nem fejlődés állapotába kerül valami, akkor az elindul a visszafejlődés időszakába. Tehát nincs olyan, hogy stagnálás. A stagnálás az már visszafejlődés. Világos ez? Ez egy univerzális szabály. Ez nem csak a Földre vonatkozik, hanem az egész univerzumra, a világegyetemre vonatkozik, hogy ami nem fejlődik, az visszafejlődik. Na most, ha megnézzük, akkor a fejlődésben hullámzások voltak az emberiségnél, voltak fejlettebb időszakok, amikor olyan építményeket tudtak építeni, amit most nem lennénk képesek építeni, majd valahogy ez a tudás, mintha eltűnt volna, és akkor most megint ugye elindult egy pár száz éve az a fejlődés, hogy ugye egyre jobb dolgokat tudunk alkotni, mi emberek. De ez egy bizonyos fajta fejlődés. Tehát ez egy bizonyos fajta fejlődés. Ez azt jelenti, ez a bizonyos fajta fejlődés, hogy ez az anyaghoz kapcsolódó fejlődés. És hát az ember az csak részben anyag, bár látszólag 100%-ban. Hogyha az öt érzékszervünkkel próbáljuk érzékelni az embert, akkor 100%-ban úgy látszik, hogy anyagból vagyunk. De van egy óriási különbség az ember és az állat világ között, hogy az ember az egyetlen olyan lény a Földön, tudomásunk szerint, legalábbis ezt tanultuk, nem így van egyébként, de fogadjuk el, hogy így van, hogy képes gondolkodni. És az összes többi élőlény az ösztönlény. Na hát, ha kicsit körülnézünk az emberek terén, akkor eléggé láthatjuk azt, hogy hát mi is eléggé ösztönlények vagyunk. Nem egyformán. Ami azt jelenti, hogy valaki jobban ösztönlény, van, aki kevésbé ösztönlény, van, aki jobban gondolkodó lény, van, aki kevésbé gondolkodó lény. De némi nemű gondolkodásra gyakorlatilag az ember azért képes. Tehát mindenki, úgy értve. Na most az állatok meg még némi nemű gondolkodásra sem képesek. Tehát ezáltal az ember és az állat közt van egy kis különbség, hogy mi
tudunk gondolkodni. Igen, ám de minek hatására, minek következtében tudunk gondolkodni. Erre ugye ezt tanultuk, hogy evolúció. Miféle evolúció az, ahol nincs átmenet? Hát az átmenet nélküli evolúció nem létezik. Ami azt jelenti, hogy az evolúcióban vannak fejlődések, és vannak fejlődési szakaszok, és nincs ugrás az evolúcióban. Tehát nincs olyan, hogy na eddig nem tudod gondolkodni, majd hirtelen úgy elkezded tudni gondolkodni. Na most, ha valamiben nincsen átmenet, akkor ott beavatkozás történt. Méghozzá értelmes lények beavatkozása. Tehát a Földön bármi olyan lény, ahol ugrás történt az evolúcióban, ott annak csak egyetlen egy logikus magyarázata van, mégpedig az, hogy ott értelmes lények beavatkoztak. Pont. Nem vita kérdés. Ez azt jelenti tehát, hogy lehet azt mondani, hogy az ember egy evolúciós termék, csak nem fedi az igazságot. Mert mi képesek vagyunk gondolkodni, és azok a lények, akik ugye átmenetek voltak az állatok és az emberek közt, az eltűntek, de igazából mint átmenet nem is volt. Tehát minden olyan, ahol már egy lény értelmessé kezdett válni, az nem egy evolúció következménye volt, hanem hirtelen valamilyen oknál fogva elkezdett gondolkodni, az pedig csak külső behatás lehet, és nem természeti behatás. És ezt látni, hogy az ember fejlődésében, most idézővel be az embert, mert ugye most az embert homo sapiensnek hívjuk, de előtte voltak olyan emberi fajok, amit nem homo sapiensnek neveztek. És ha megnézzük, hogy az ember fejlődését, akkor ilyen ugrások vannak. És akkor hirtelen pár ezer évvel megjelent, évvel ezelőtt megjelent ez a fajta emberi lény, amit most homo sapiensnek nevezünk. Szóval a lényeg az, hogy ráadásul úgy jelent meg ez az ember, hogy ha rossz állapotú, akkor nagyon ösztönös, ha jó állapotú, akkor nagyon gondolkodó. Ha tartósan rossz állapotú, akkor nagyon ösztönös, ha tartósan jó állapotú, akkor nagyon gondolkodó. Ráadásul ez így működik. Na most, ha ezt tovább nézzük, ezt a dolgot, akkor itt vagyunk mi emberek, és fejlődött a technikánk, de a technika az anyag. Világos ez? Na most, csak úgy megkérdezném, ha te nem vagy feltaláló, akkor hány olyan anyaggal kapcsolatos dolgot találtál föl az életed során, amit feltaláltál? Hányat? Se hányat. Na most az emberiséghez képest a feltalálók száma szerinted hány százalék? Hát valószínűleg nincs egy százalék. Egy százalék. Tehát ami azt jelenti, hogy az nem jellemző az emberre, hogy feltalál dolgokat, nem? Az a jellemző, hogy használ dolgokat. Tehát magyarul az nem fejlődés, szellemi fejlődés, hogyha egyszer megtanulunk használni dolgokat. Ugyanis a majom is meg tud tanulni használni dolgokat, ha megmutatják neki. Világos ez? Nem véletlenül mondják, hogy utánozó majom, mert a majom
utánozás alapján képes megtanulni dolgokat. Sőt, a kutyának is meg lehet tanítani dolgokat, a macskának is meg lehet tanítani, például, hogy ne piszkoljon a szobába, stb. A kutyának több dolgot lehet megtanítani, mert ugye értelmesebb, mint a macska. Szóval lényeg az, hogy ne annak alapján nézzünk, tehát ahhoz nem kell ész, hogy megtanuljon az ember valamit. Világos ez? Tehát a kutyának sincs esze, macskának sincs esze, meg a többi állatnak sincs esze, mégis meg lehet velük tanítani dolgokat. Tehát egy ösztön lénnyel simán meg lehet tanítani dolgokat. Tehát itt vagyunk mi emberek, és azt gondoljuk, hogy mennyit fejlődtünk. Aha, erre csak annyit tudnék mondani, hogy semmit. Semmit. Tehát mondjuk kevésbé szőrös a mostani ember, mint régen, mert akkor mondhatnánk, hogy fejlődött. Nem. Nem. Lehet, hogy a férfiak kevésbé szőrösek, meg kevesebb a hajuk, de a nők mintha szőrösebbek lennének, mint régen. Furcsa mód. Tehát összességében mondhatjuk azt, hogy átlagosan stagnálás folyik. Tehát magyarul az a szőr, ami lejött a férfiakról, az átment a nőkre. Csak nem a hajukra, hanem a egyéb részükre. De tényleg így van, ha megnézed. Na most akkor megnézzük, milyen fejlődést tud az ember, mint anyag felmutatni. Mondjuk az elmúlt 100 évben. Semmit. Na bár pedig az univerzális szabály az, hogy ami nem fejlődik, az visszafejlődik. Tehát az egy visszafejlődés, hogy például, mit tudom én, itt kevesebb a szőr, de az ember testén meg több. Mondjuk egy férfiak. Férfiaknál is megnézem. Valahogy a szőr innen áthelyeződik a egyéb részekre. Tehát mit tudom én, fiatal korában nem volt szőrös a férfi háta, aztán hogy idősödik, itt a fején egyre kevesebb a szőr, a hátán meg egyre több. Ha jobban megnézed. De tényleg így van, na. Na most onnantól kezdve gondold ezt végig. Ez nem fejlődés. Ez nem fejlődés. Hol a fejlődésünk? Hát az lenne a fejlődés, mondjuk, hogy egységesen egyre kevesebb a szőr. Miért? Mondom a szőr kérdést. Mert a szőr által honnan vagyunk? Állatvilág. Világos ez? Tehát nem pikkelyesek vagyunk, mint a halak meg a hüllők, nem tollasak, mint a madarak, hanem szőrösök, mint az emlősök. Ha megnézed, az emlősök azok szőrösök. És minél szőrösebbek vagyunk, annál inkább közelítünk az állatvilág emlősei irányába. Gondold végig. Ha mondjuk nem lenne rajtunk szőr, nem azért, mert levágod, hanem mert nem nő, akkor el lennénk már szakadva az emlős állatvilágtól. Világos ez? De nincs ilyen irányú fejlődés. Tehát magyarul, miben fejlődik az ember? Egy dolgot mondjál. És még egyszer mondom, ami nem fejlődik, az visszafejlődik. Oké? Na most, de mit tehet az ember? Hát azt mondja, hogy beletörődöm, ez így van, mi vagyunk a világegyetemben a kivétel. Nincs kivétel, ez az univerzális szabállyal szemben. Ami nem fejlődik, az visszafejlődik. Világos ez? És akkor nézzük tovább ezt a kérdést. De van egy olyan részünk, ami által gondolkodunk.
Tehát van egy másságunk a többi emlőshöz képest. Micsoda? Hát, hogy mi tudunk gondolkodni valami révén, valami által. De mi által? Hát, mert bennünk van egy intelligens energia, ami nincs a többi emlősben, sőt, a többi állatban sem. Hát a növényekről és egyéb fajokról nem is beszélve természetesen. Intelligens energia, ami hiányzik az állatokból. Persze, csináltak már ilyen állatkísérleteket, hogy állatokba beleraktak intelligens energiát, ilyenek voltak mondjuk a kentaurok, a sellők, stb. Stb. Oké? De valahogy nem vált be. Mert nem sellők úszkálnak a vízben, vizekben, meg nem kentaurok rohangásznak itt a földön. Tehát bebizonyosodott tehát ezáltal, még az ember nem bizonyította be, bár ha engednék, bebizonyítaná már, hogy értelmes, intelligens energiát be lehet rakni egy állatba. Szerintem már biztos vannak olyan tudósok, akik ezt meg tudnák csinálni, vagy hamarosan meg tudnák csinálni, de ez az a baj, hogy ez úgy hívják, hogy istenjátszás. És az összes előző emberiség azért tűnt el a bolygóról, mert elkezdett istent játszani. Na most akkor azért nézzük tovább. Tehát itt vagyunk mi emberek. A testünk nullát fejlődött. Nullát. Annyit fejlődött talán, hogy az átlag magasság nőtt. Mondhatjuk azt, most meghallottátok, hogy de jó, akkor tényleg van fejlődés a testnek. Mert nőtt a átlag magasság. Hát az is fejlődés, hogy az átlag magasság emelkedik. Ugye miért kellett nőni az átlag magasságnak? Tudjátok? Mert ha egy ember átlagosan magasabb, akkor nagyobb a feje is. És ha nagyobb a feje, akkor abba több agy fér bele. Világos ez? Tehát magyarul ezáltal, hogyha az ember nagyobb, akkor az agya is, agyának az átlagos térfogata is megnő. És ugye ezt tudjuk a biológiából, hogy annál értelmesebb egy lény, minél nagyobb az agya. Beleértve az állatokat is természetesen. Tehát ugye az állatvilágban megnézzük, a majomnak a legnagyobb az agya. Az egész állatvilágban. Tehát hiába vannak nálán a böhömöte sokkal nagyobb állatok, érted? Mégis az agyuk térfogata kisebb. Na most, tehát ugye ez egy egyszerű kérdés. Na vajon? Miért kell nagyobb agy? Hát biztos azért, hogy ne használjuk, nem? Mert mintha én azt látnám, hogy az emberek nem használják az agyukat. Lehet, hogy már mitől 20 centivel magasabb, mint a nagyszüleje volt. Érted? És lehet, hogy másfélszer akkora a feje, mint a nagyszüleinek volt. De semmivel nem okosabb, mint a nagyszüleje volt. Sőt, mintha elhűlést láthatnánk. Na most itt vagyunk mi emberek, és azt látjuk, hogy némi nemű fejlődés, mintha látnánk a magasság által, meg ezáltal agytérfogat, de nem ez a lényeg, hanem hogy mit mutatunk kifele. Tehát mit mutat az ember kifele? Tehát van-e fejlődés, vagy nincs? Na most miben nyilvánulhat meg ténylegesen egy fejlődés? Hát egy, mondjuk egy feltalálónál
kinyilvánítható, de az ugye beszéltük, hogy 1% sincs a feltalálók száma a bolygón. Kinyilvánítható, hogy minél több és minél jobb találmánya van. És a többiek? A legtöbb embernél tudod mi a fejlődés? Többet utazom, mint régen. Nem? Jobban vágyakozok dolgokhoz, dolgokra, vagy több pénzem van, és akkor azt gondolják, ez a fejlődés. De ez anyag. Mind anyag. Ez mind, kivétel nélkül. Na most, de itt van ez az értelmes energia bennünk. Jó, viszonylag parányi ez az értelmes energia, de emiatt gondolkodunk. Ezt úgy hívják közismert néven, hogy lélek. És ez a lélek okozza azt, hogy tudunk gondolkodni. Nem az agyunk okozza. Persze az agy is kell hozzá, hogy tudjunk gondolkodni. Természetesen. Csak tudod mi az érdekes dolog? Hogyha kiléptél a testedből, és függetlenítenéd magadat a testettől, mint lélek, akkor is tudnál gondolkodni. Hú, de érdekes. Agy nélkül. Sőt, mikor valaki kómába esik, és az agya leáll, agyhalott lesz. És csak a szerveit táplálják, életben tartják a testet. Simán gondolkodik, mint lélek. Méghozzá agy nélkül. Nem érdekes? Na most akkor nézzük tovább ezt a dolgot. Hát, hogyha olyan nagyon nem tudjuk a testünket fejleszteni. Már nem tudjuk. Na, miben tudod fejleszteni? Az nem fejlesztés, hogy szebb ruhákba jársz, vagy drágább autóval közlekedsz. Az a testedet nem fejleszted. De van egy dolog, ugye az intelligens energia benned, az értelmes energia benned, a lélek benned, ugye ez mind ugyanaz, amelynek az lenne a dolga, hogy a tudás révén a tudását gyarapítsa. Tehát egyre több és több tudása legyen. Olvastam egy olyat, ilyen kommentben a Facebookon, hogy a szeretet az mindent megold. Na most akkor ezzel kapcsolatban egy kis történet. Úgy születik le az egyén, hogy törölt tudattal. Tehát magyarul az előző életi tudása az nincs biztosítva számára, mert kitörölték. És a lélek úgy működik, hogyha kitörlik az összes tudást belőle, akkor egy dolgot fog tudni, szeretni. Méghozzá feltétel nélkül. Tehát a tudást, vagy az információkat és a tudást kitörlik a lélekből, akkor visszakapja a feltétel nélküli szeretetet. Na most, tehát, hogyha egy kisgyerek megszületik, egy kis csecsemő, és nagy gond nem volt az édesanyja hasában, az édesanyja nem élt meg rossz történéseket, vagy nagyon rossz történéseket, akkor gyakorlatilag egy olyan gyerek születik, aki tele van szeretettel. Aha, és akkor utána kérdezném, és azon kívül mit tud? Tehát azon kívül, hogy tud szeretni, nem kismértékben, sokkal jobban, mint ugye a felnőttek, azon kívül mit tud? Tud enni, inni, tisztába tudja magát rakni, kimegy a WC-re, nem? Ezt mind tudja, vagy sem. Tehát kell a szeretet, de tudás nélkül mit érsz vele?
ugye valaki kommentelte itt ezt a, azt a kérdést, hogy a szeretet minden, vagyis azt nem, tehát ő kommentelte ki, hogy a szeretet mindent megold, és én válaszoltam neki, hogy hányan már nem tudom mit válaszoltam, mindegy, majd eszembe jut. Szóval a lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és ja igen, megvan, eszembe jutott, mit kommenteltem, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Ugye ezt ismerjük, ezt a mondást. Na most azt is ismerjük, ugye tapasztalatunkból, hogy a jó szándékú emberek azok képesek szeretni. Világos ez? Hát gondold végig, egy rossz szándékú ember az utálkozni képes nem szeretni. Tehát egy jó szándékú emberben benne van a szeretet, ez nem kérdés. Világos ez? Aha. Akkor hogy van ez a mondás? Tudás nélkül mit ér a jó szándékával, tehát a szeretetével? Világos ez? És emberek elhiszik maguknak, hogy tudás nélkül csupán csak szeretettel képes a jó, a helyes működésre. Akkora tudatlanság van, hogy ihaj meg csuhaj. Persze, a szeretet az nagyon fontos, de nem minden. Ebből látni, hogyha a gyereket nem tanítanák semmire, és megmarad, és nem is bántanák, nem is értékelnék le, gondoskodnának csak róla, szerinted hogy tanulna meg bármit? Max úgy, mint a majom, tudod, hogy látja, és talán kezdi ugye utánozni. De azt mikorra csinálná meg jól? Szerinted. Tehát az ember, tudjuk jól a dzsungel könyvéből, ugye meg a Tarzanból, hogy egy állatvilágba kerülne egy kisded, akkor ilyen állati működést venne föl. És ha farkasok nevelnék föl, akkor úgy működne, mint egy farkas. Ha gorillák nevelnék föl, akkor úgy működne, mint egy gorilla. Oké? Na most, ha emberek nevelik, akkor úgy működik, mint egy ember. Tehát a nevelés az alapvető micsoda? Hát tanítás, nem? A szülők részéről, nem az? Nem tanítás? Miért van, biztos vannak olyan szülők, de ez helyes gondolkodás, hogy na, hadd nőjön a gyerekünk úgy, mint a dudva. Hát ez milyen felnőtt lesz? Oké. Hát még a kultúrnövényeket is, ha nem nyesegeted, mi lesz belőlük? Még a kultúrnövényeket is nyesegetni kell, hát még a dudvát. Tehát én nem is értem, hogy spirituális emberek úgy gondolják, hogy a szeretet az mindent megold. Nem kell tanulni. Én meg azt mondom neked, ha hülyeség fájna, ordítanál. Na ezt nyilván előadásban kimondom, de ezt válaszként nem mondtam ki. Itt vagyunk egy olyan világban, ahol az az alap, hogy ami nem fejlődik, az visszafejlődik. Jó, és akkor megkérdezem, hogy
Mit látsz a világban? Az emberek tudatossága fejlődik átlagosan. És ne a kivételeket nézd. Tehát most okosabbak, mint 2 évvel ezelőtt? Hát pont jól mondod, butábbak, nem? Hát még azok is beoltották magukat, akik azt mondták az elején, hogy engem aztán nem fognak beoltani. Nem? Olyan szerrel beoltották magukat, ami nincs kikísérletezve. Ingyen kísérleti alany lett az illető. Ez a pénzért lett volna kísérleti alany. De ingyen. És azt látni, hogy minél kevésbé tanult emberek, annál rosszabb a beoltottsági arány. És minél tanultabb emberek, annál jobb a beoltottsági arány. Fura mód. Nem véletlenül szokták mondani, hogy a sok iskola az elveszi az embernek a józan paraszt eszét. Na most akkor kérdezném, hogy itt vagyunk egy átmeneti korszakban. Lesz egy aranykor. Hány fővel? Hány fővel lesz aranykor? Ezen a bolygón. Hát ezen a bolygón azért kell aranykornak lenni, mert ez olyan, mint mikor építették a településeket, és lett belőlük egy város. Tehát az azt jelenti, hogy a lakosság az nagyobb létszámú lett. Például Pest az a múzeum körültig tartott, az volt Pest. Ugye ezt tudjátok? Régen Pest határa a múzeum körút volt. Majd utána Pest határa az a József körút. Tehát az a középkörút. Tehát az a kis körút, középkörút. Majd utána Pest fejlődött, és lett a Hungária körút. Most pedig ugye már az 50-es években hozzácsatolták a Hungária körút utáni településeket. Ugye ezt ugye tudjátok. Na most, ugye tudjátok azt is, hogy volt például a Józsefváros, 8. kerület. A 8. kerület az már túl van a kiskörúton. Oda települtek ki, régen, vagy máshol ezt úgy hívják, hogy gettó. Oké? Okay? Tehát ott voltak azok a személyek, akik távol éltek tehát a várostól, nem is közvetlen a város szélén. Érted? De ahogy terjeszkedett a város, a 8. kerület, a gettó, az már a város közepén lett. És mit csináltak vele? Fogták és lerombolták. Átépítették, elköltöztették azokat az embereket, akik a gettóban laktak. Hova? Hát kijebb. Világos ez? Nem, bejebb, kijebb költöztették. És akkor olyan helyeken retelepültek, akár szétszórva, vagy akár kolóniában, ahol előtte nem voltak. De kint. És ez egy normális működés. Ha van egy városban jó állapotú, magas rezgésű emberek, akkor oda nem kellenek mondjuk bűnözők, érted? És akik hajlamosak a bűnözésre, azokat kitelepítették. Világos ez?
Na most, ami, van egy mondás, hogy ami kicsiben van, ami lent, az fent. Ami kicsiben, az nagyban. Ugyanez van odafönt. Amikor a Föld nevű bolygót létrehozták, az még az univerzum széle volt. Mint most a kiskörút. Vagy volt, volt, amiről beszéltem most, az előbb beszéltem, a kiskörút. Érted? Az volt Budapest. Nem, vagy nem Budapest, a Föld. Érted? És szépen épült ki az univerzum, kik építették ki? Hát nem az emberek, csak úgy mondanám. Épült ki az univerzum, terebélyesedett az univerzum, lettek újabb naprendszerek, amiben napok és bolygók lettek, és hát bizony a Föld az már nem az univerzum széle, hanem már az olyan, mint a 8. kerület volt. Amikor eljött az ideje, hogy vagy megváltoznak az ott lakók, vagy kikerülnek onnan. Világos ez? Most ugyanez van a Földön. Vagy megváltozol, vagy kikerülsz a francba. Oké. Nem tudom másként szebben kifejezni. Oké. Ugyanaz lesz veled, mint a 8. kerület lakosainak a zömével. Világos ez? Tehát mit tudom, a 8. kerületben voltunk vezetőképző. Teljesen kultúrált helyen. Érted? Nem gettóban. Tehát miből gondolod azt, hogy folytatódhat tovább az a fajta szellemi leépülés, ami a Földön van? Miből gondolod? Hogy ez mehet évszázadokig, évezredekig tovább? Hát ugye az én korosztályom pontosan látta, fiatalok nem láttátok, hogy sokkal jobb állapotúak voltak ezelőtt 40-50 évvel az emberek, mint most. Pedig te azt tanultad, hogy a szocializmusban milyen elnyomás volt. Aha, közel se akkora, mint most van. Csak úgy mondanám. Közelében nem volt az elnyomás, mint ami most van. Jó? Hát most nem éppen per pillanat. De mire föl van veszélyhelyzet? Csak úgy kérdezni. Mire föl? Na mindegy. Nézzük ezt tovább. Tehát, mivel a testedet nem tudod fejleszteni, ezért ugye az úgy működik, hogy hát megnézed, az állatok teste sem fejlődik. Semmit. Mert tudom én, a macska évezredeken keresztül úgy néz ki, érted? Halak se változnak, hüllők se. Tehát gyakorlatilag, mit tudom én, egy-két olyan élőlény van, amelyik, mint olyan úszóártyát növesztett. Az kész. Érted? Aztán, mit tudom, a madár aztán közben úszóártyája is van. Az átment kacsába. Vagy libába. Jó, tehát, de igazából nem látod, hogy az állatok fejlődnének, a testük. Na most, hát itt vagyunk mi emberek, mi sem tudjuk fejleszteni a testünket. Hogy? Itt van egy lélek, amely benne van egy nem túl fejlett testbe. Ami átmenet az istenek és az emberek között. Nem, az istenek és az állatok között. Egy átmeneti test. Egyet tehetnél a testeddel majd, tudod? És az egész emberiség. Lecseréli. Mire? Egy jobbra. Milyen jobbra?
mondjuk az, amelyik nem hal meg 80 éves átlagos életkorba, hanem mondjuk 8000 évig tud élni. De ha 800-ig, ma az is jó, nem? Hát Ádám idejébe Ádám még ilyen 1000 évig éltek. Hoppá! Ja, hogy nem tanították neked? Hát az, az egy dolog, hogy nem tanították. De akkor valamivel jobb testük volt, nem? Hogy képes volt 1000 évig élni. Tehát átlagosan akkor egy ember 1000 évig élt. Átlagosan. Az egy kicsit jobb volt, nem? Nem? Nem gondolod? Hát ugye már réges-rég évtizedekkel ezelőtt megállapítottam azt, hogy furcsa mód, amikor én még gyerek voltam, akkor azt láttam, hogy a 60 év fölött kezdenek az emberek betegeskedni. Majd teltek az évek, és akkor azt láttam, hogy már 50 éves kortól elkezdenek betegedni. Majd teltek megint az évek, évtizedek, és azt láttam, hogy már 40 éves kortól elkezdenek betegeskedni az emberek. Tehát nem javul ez a helyzet, hanem romlik. Hát ez nem fejlődés. Tehát az egészség, az nem kórház, meg egészségügy kérdés, a saját kérdés. Hogy te mennyire vagy egészséges, az nem attól függ, hogy milyen a kórházi ellátás. Hát ott is kell jutni, hogy kórházi ellátás. Nem attól függ, hogy a körzeti orvos milyen alapos. Hát oda se kell jutni a körzeti orvoshoz. Világos ez? Hát elhitetik az emberekkel, hogy az egészség attól függ, hogy milyen az egészségügyi ellátás. Anyátok, az. Hát az attól függ, hogy milyen egészségesek az emberek. Világos ez? És nem attól függ, hogy milyen az egészségügyi ellátás. Attól, hogy valaki beteges, attól abszolút nem biztos, hogy végérvényesen az egészségügy meg tudja gyógyítani. Világos ez? Te már láttál olyat, hogy az egészségügy valakit végérvényesen meg tudott gyógyítani? Én úgy gondoltam, hogy az ez volt, tudod. Ez volt a végérvényes meggyógyítás, hogy meghalt. Tehát az egészségügy az egyet tud. Mai világunkban, legalábbis itt Európában. Tünetet kezel. Slussz, nem gyógyít. Tünetet kezel. Amit összekevernek az emberek a gyógyítással, természetesen. Tehát tudod mi a gyógyítás? Hogy azt a betegséget soha nem kapott többet vissza. És így gyógyít az egészségügy. Na erre befizetnék, hogyha így gyógyít. Örülnék neki nagyon, hogyha így gyógyítana. Tehát itt vagyunk mi emberek, és egy átmeneti korszakban, ahol saját akaratból eldönthetjük a saját jövőnket. Másokét nem. A saját jövőnket. A saját jövőnk pedig az, hogy vagy nem kívánatos személy vagyunk a Földön, és deportálás az univerzum szélére. Mint ami volt a 8. kerületben. Nem kívánatos személyek voltak már ott a belvárosban, elhelyezték onnan őket. Világos ez? Vagy megváltozunk. Milyenné változunk? Olyanná, amiért ide születtünk. Azért születtünk, hogy fejlődjünk. Nem mint emberi test. A testünk nem tud fejlődni. Hanem mint bennünk lévő lélek fejlődjön. A lélek egyféleképpen tud fejlődni. Tudás által. Ha valaki azt gondolja, hogy elég a szeretet, hát nézzétek meg, hogy csupán szeretetből mennyi ökörséget tudnak csinálni mondjuk a liberálisok. Oké? Okay?
Hát meg ők mindent szeretnek. És mekkora ökörségeket tudnak ezáltal csinálni. Hát most már lassan ott tartunk, hogy az ember állatokkal csókolózik. Hány olyan filmet látsz, hogy a színész vagy a színésznő ott puszikodik a kutyával vagy a macskával? Érted? Tehát hagyja, hogy mit tudom én, nyalja a kutya a száját. Erre ezt tudom mutatni. Vagy mit tudom én, szájam puszíja a kutyát. Érted? Hány ilyen filmet láthattál már? Ez a liberalista, helyezkedjünk egy szintre az állatokkal. Érted? Tehát ők is érző lények. Aha, persze. Hát lehet, hogy te olyannak gondolod magad, mint az állat, akkor maradj is olyan. Hát ennyi. Ezt majd meglátod a következményét. Tehát megnézed, ugye, hát ők mindent szeretnek, hát a liberálisok azok mindent. Aha, és mi a liberalizmusnak, tudod mi a következménye? Az, ami a Római Birodalomban volt. A Római Birodalomban a liberalizmus teljes egészében elhatalmasodott. És mi lett a Római Birodalommal? Lesöpörték őket, ennyi. Ennyi. Tehát eltűnt. Lényeg az. Szóval, kérdezem én. Még mielőtt kérdezném, még mondom azt, hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy az ember bekerüljön az aranykorba? Csak úgy gondolkozz el rajta. Tehát ugye az aranykor csak, az aranykorban csak olyan működés lehet, ahol az ember szeretetben, békében és boldogságban tud élni másokkal. Most akkor megkérdezném, hogy hogy állsz az elfogadással? Hogy állsz az elengedéssel? Hogy állsz ebben a kérdésben? Hogy állsz a teremtéssel? Hogy állsz ezekben? Nem kéne tanulni? Elfogadás nélkül nincs megértése a másik személynek. Érted? Elengedés nélkül ragaszkodás van. Érted? És a ragaszkodás ott tart annál a dolognál, vagy annál a személynél, amit nem engedsz el. És akkor hogy sajátítod ezeket el? Hogy értesz meg egy másik embert, akit nem ismersz? Hogy? Tudás nélkül hogy? Honnan tudod, hogy mi különbség van különböző cselekedetek között, hogy az mennyire jók azok a cselekedetek, vagy mennyire rosszak azok a helytelenek azok a cselekedetek, tudás nélkül? Hogy tudod megállapítani? A házasságok lassan 70%-a válással végződik. A fiatalok esetében ez már adott szám. Biztos azért, mert jól tudnak egymással bánni, nem? Tehát biztos tudják, hogy a férfiak, hogy mi kell a nőknek, a nők meg tudják, hogy mi kell a férfiaknak.
mind a kettő nem tudja a másikról, hogy hogyan gondolkodik, miben különböznek egymástól, biztos, nem? Hát biztos ezért válnak el, mert ennyire ismerik, nem? Nem kellene ismerni ezeket a dolgokat? Vagy nézzük még, mit lehetne ismerni. Itt van 10 életterület. Mennyire ismered magad? Ott kezdődik. Tudod, milyen energiákkal rendelkezel? És mivel nem? És miben esetleg túl sok az energiád, amiben nem kéne? Tudod ezeket? Tudod, miért születtél? Mi a küldetésed? Tudod, mi a feladatod? Én tudom. Tudjátok, hogy alapvetően a születési dátumot határozza meg ezeket a kérdéseket? Nem a neved, mert a nevedet azt kaptad emberektől. A születési dátumodat nem kaptad emberektől. A születési dátumod a fentiektől kaptad, még akkor is, ha például olyan módon született egy gyerek, hogy azt mondta az orvos, hogy hát még nem kéne az anyukának szülni, de én akkor, amikor a ki van írva, nem érek rá, ezért most elindítjuk a szülést. Mert ugye számos esetben bizony most már így születnek a gyerekek. De ekkor is, akármilyen hihetetlen, annak a gyereknek akkor nap kellett születnie. És ez úgy lett intézve föntről, hogy aznap szülessen. Oké? Tehát itt vagyunk mi emberek, akik például leszületésünk előtt kiválasztottuk a családunkat. Tudod, miért pont azt a családot választottad ki? Én tudom. Itt vagyunk emberek, váltunk valamiért, valamilyenné. Tudod, miért váltál olyanná, amilyenné váltál? Én tudom. De te tudod? Nem kellene ezeket tudni? Úgy véletlenül kérdezem. Itt van az... Visszamegyünk, nem itt van, előtte volt. Hoppá. Itt van, hogy ember és életismeret. Életjobbítás. Tehát úgy tudjuk jobbítani az ember, illetve az élet működését, hogyha van ismeretünk. Ha nincs ismeret, nem tudsz embereket és életet jobbítani. Tehát az embernek lennie kell ismeretének ezeken a területeken, vagy lenni kellene. Ezeken a területeken nem tudtok olyan kérdést föltenni, amire ne tudnék választ kapni. Mondom, választ kapni, nem azt mondtam, hogy adni, választ kapni. Kapom a választ, és utána adom. Oké? Tehát ezen a területen emberek és élet működése. Az elmúlt 11 évben nem tudtak olyan kérdést föltenni, amire ne kaptam volna választ, és ne tudtam volna megadni azáltal a választ. Nem jó lenne, hogyha esetleg, mit tudom én, valami ilyesmi képességekkel te is tudnál rendelkezni? Vajon miért kellett nekem többet tanulnom az életemben, mint neked, szerinted? Hát, hogy többet tudjuk tanítani. Nyilvánvaló, nem? Nem az iskolai, a hagyományos iskolai tanulásra gondol, jó? Én a beszélgetésekből is tanulok. És sok esetben többet, mint bármilyen más tanulási móddal. Mármint úgy, hogy leül az ember és tanulni akar. Sőt, az előadásokból tanulok. Hiszen előadások során olyan információkat küldenek, ahol csak lesek.
Na most nem jó lenne? De én mit csináltam? Hogy kaptam ilyen képességet? Rátettem az életemet az emberek és az élet jobbítására. Világos ez? Erre tettem rá az életemet. Hogy minél több embert és minél jobban az életet megjavítsam. Azok életét, nem az életet, azok életét, nyilvánvaló. Oké? És nyilván, ha azok élete megjavul, akkor onnantól kezdve minden megjavul a világban. Érted? Legalábbis itt a Földön. Érthető ez? Tehát ennek a bolygónak mi vagyunk azok a személyek, itt a Földön élő személyek, határozzák meg ennek a bolygónak a rezgését. Ha ez a bolygó rezgése nem elég magas, akkor azért nem elég magas, mert az emberek rezgése nem elég magas. És a rezgésünk attól függ, hogy milyen hangulatban vagyunk. A hangulatunk pedig attól függ, hogy hogyan működünk az életben. Ha eredményesen, sikeresen működünk, akkor jó a rezgésünk. Miért? Mert jó a hangulatunk. Tehát úgy van, hogy eredményesen cselekszünk, ez megnöveli a hangulatot, és a hangulatunk által megnövekszik a rezgésünk. És minél több embernek a rezgése megnövekszik ezen a bolygón, annál magasabb lesz a bolygó rezgése. És akkor már nincs útba a bolygó. Világos ez? Akkor már ez a bolygó nem gettó bolygó. De ezt miért nem lehet megérteni? Én nem tudom, ez annyira egyszerű, de miért nem lehet ezt megérteni? És annak feltételei vannak, bizony kemény feltételei, hogy az ember hogyan növelje meg az eredményességét, hogyan növelje meg ezáltal ugye a hangulatát, és ezáltal ugye a rezgése hogyan emelkedje meg. Ennek feltételei vannak. És nem az, hogy várom otthon, hogy majd rám szakadjon az energia. Akkor a legkönnyebben szakad rád, mikor visszintes helyzetben van, ugye, úgy gondolod. De akkor mit csinálsz, mikor visszintes helyzetben vagy? Max meditálni tudsz, vagy aludni. Mást mit tudsz? Sok mindent olyan nagyon vízszintes helyzetben nem lehet csinálni, nem? Ahhoz föl kellene emelkedni a vízszintes helyzetből. Gondoljátok végig, nem az a probléma, hogy az emberek rosszak. Ez nem probléma. Az emberek itt a bolygón alapvetően jók. Legalábbis a bolygó 80%-ával igazából semmi baj nem lenne. Az a fő probléma, hogy így csinálják, várnak. Hát, ha valaki más megoldja, csak neki ne kelljen. Érted? Mert az már macerás. Soha nem lesz energiád, ha nem teszel érte, hogy legyen. Világos az? Legalábbis, hogy elég energiád nem lesz, az hód biztos. És ugye ide visszatérve azért megnézzük, van 10 terület, és itt a legvége az, hogy Isten. Úgy megkérdezném, hogy az Istennek milyennek kéne lenni a te elképzelésedben? Nyilván igazságos, nagyon pozitív, nem? Nagyon etikus, stb. Stb. Nem? Tehát csak ilyen legekbe lehet róla beszélni, nem? Eleve. Na most akkor, ha ilyen legekbe gondolkodunk róla, akkor azt mondanám neked, hogy akkor olyat cselekedni, ami neki tetsző lenne. Világos? És ezt csinálják az emberek. Tesznek az Istenüknek
tetsző dolgokat. Nem, ezt látjuk. És akkor mi lesz? Gondold végig. Te, ugye mivel múlt század, nem múlt század, 1800-as évek óta szabad a vége felé kezdődött, ez szabad akarat van, ezért a szabad döntésed az, hogy most mész a gettóba, ebből a gettóból, egy új gettóba, ami az univerzum szélén van, egy másik bolygó, ami készen van, vagy maradsz és megemeled a rezgésedet, ennyi. De azt meg mivel lehet? Eredményességgel. De milyen eredményességgel tudsz itt várni? Vagy létrehozni, érted? Hát gondold végig. Tehát olyat fogsz csinálni az életedben, amivel még jobban elhűíted az embereket. Mert ha megnézed, a legtöbbötök foglalkozása tuti olyan, amivel elhűíti az embereket. És nem felemeli. Sajnos. Tehát el kellene gondolkodni azon, hogy mivel foglalkozol? Mennyire hasznos az az emberiség számára? Vagy az elhűítés szolgálja? Gondold végig. Én ezt már rég végig gondoltam, nem most. 20-akárhány évvel ezelőtt. Hogy akar az ember úgy jót, ha olyan dolgokat csinál a foglalkozásában, ami az embereknek nem jó, hanem inkább rossz? Tehát az embereknek mi lenne talán az egyik legfontosabb dolog, ha megnézed? Hogy elgondolkodjanak azon az életen, amit eddig élt, amit jelenleg él, és meghozzák a változásokhoz szükséges döntéseket, és cselekedjenek. Nem ez kellene. De ehhez ott van, amit mondtam, hogy gondolkodni kellene a saját életünkön. Hogy miért jó, például ott kezdődik az egész, hogy miért jó nekem az, hogy olyan vagyok, amilyen vagyok. Miért jó? Evel hogy érzem magam, vagy hogy éreztem eddig magam az életemben? Nem lennék esetleg többre képes? Most gondold végig, amikor az embernek van tudása, és ezáltal tud embereknek segíteni. És mondjuk van egy átlag hanggulatban az ember, de az átlag hangulat az jóval magasabb, mint az átlag emberek átlag hangulata. És amikor az ember mondjuk egy beszélgetés során mondjuk segít valakinek, bármit gondolhatsz, hogy miben segít, most ez részletkérdés. És utána mind a ketten még jobb állapotba kerültök. Érted? Tehát az is, aki jó állapotban volt és segített. És az is, aki nem volt jó állapotban, mert pont a gondjával, bajával kereste meg a másikat. És az is egy sokkal jobb állapotba került. De biztos az a jó, hogy az ember úgy jön el egy munkahelyről, hogy agyon van ütve. Nem? Idézőjelben. Hát biztos az a jó. Esetleg nem jobb lenne olyannal foglalkozni, ahol mindenki töltődik. Most mondok egy példát, jó? Van az egyik tanulónk, aki itt tanul, neki vannak emberei, tanulói vannak. Tehát van neki egy csoportja, nem is kicsi csoportja van. És van neki egy nagy gyümölcsöse, ami körülbelül 80-100 milliót ér. Körülbelül ennyit ér. Olyan éves szinten olyan 10 milliót hoz az a gyümölcsös.
és tehát ilyen 8-10 milliót. És lényeg az, hogy van csoportja, és beszélget a csoportjában lévő emberekkel, PPH-sokról van szó természetesen, és azt mondta a csoportjában lévő egyik vezetőnek, mikor találkozott vele, hogy most beszéltem nemrég két tanulómmal a csoportból, és azt mondja, nem pontosan idézem, mert ugye már ezt is mondta nekem az, akinek mondta, hogy szart ér az, amit ő csinál, mert az nem ad energiát, érted? Tehát a gyümölcsös a szart ér ahhoz képest, amikor emberekkel beszél a csoportjában, érted? Mert emberekkel beszél a csoportjában és feltöltődik, nem csak ő, hanem a csoportbéliek is. A gyümölcsösével dolgozik, ott meg gondolj bele, csak vesződtség van az emberekkel, hogy dolgoznak vagy nem dolgoznak, vagy hogy dolgoznak, vagy mennyiért dolgoznak, stb. Stb. Nincs vesződtség. Te az életedben úgy élsz, hogy vesződsz emberekkel, érted? Lehet, hogy a pároddal is. Nem kellene úgy működni, hogy a kommunikációk azok töltsenek téged, meg azt a személyt is, akikkel kommunikálsz, és nem ellenkezőleg, mint ami most történik. Mert most ellenkezője történik a legtöbb embernél. Annak idején rengetegszer hallgattam meg Brian Tracy-nek az előadásait, biztos mond nektek valamit ez a Brian Tracy név, főleg a 90-es években. Egyszer voltam is Brian Tracy magyarországi előadás sorozatán, és azt is még a 90-es években. És ha megnézed, visszahallgatod ezeket az előadásokat, akkor rátalálsz egy mondatra, hogyha majd ő meghal, azt a feliratot írják rá a sírjára, hogy nagyon sok embernek változtatta meg az életét. Érted? Tehát ha most engem hallgatsz, vagy már esetleg itt vagy, be vagy regisztrálva, és vagy tanuló vagy, akkor ugye tudod, hogy nem véletlenül küldtek ide az égiek, és kinézik belőled azt, hogy te képes vagy olyan tudásra szert tenni, hogy képes vagy az élet és az ember jobbítására. Opa. Oké. Tehát az élet és az ember jobbítására. Különben nem küldtek volna ide, mert ebben az 5 évben van a kiválasztódása. Hát most már csak 5 év van hátra. Kiválasztódása annak, akit a fentiek alkalmasnak tartanak arra, hogy ebben a szerepbe bekerüljön. És akkor te meg vacilálsz. Na most én a helyedben nem tennék azért olyat, hogy mivel mindenkit ide a fentiek küldenek, hogy felülbírálnám az akaratát, vagy akaratukat. Nem tenném. Mert jogodban áll felülbírálni, mert szabad akarat van. Ugye több mint 100 éve. De én akkor se tenném azt, én nem tennék olyat, amit nem szeretne a teremtőm, hogy tegyek. Érted? És szerinted vajon miért helyeztek belém nagyobb bizalmat, mint a legtöbb emberbe a fentiek? Mert hagytam magam vezetni. Érted? Általuk.
te meg felül akarod bírálni az ő döntésüket. Világos ez? Köszönöm szépen a figyelmeteket, csinálunk 25 perc szünetet, jó? Szeretlek benneteket, sziasztok!